A hétvégén eldőlt, hogy megtartja a szenátusi többséget az amerikai demokrata párt, a képviselőházban ugyanakkor republikánus győzelem körvonalazódik, persze óvatosan kell bánni a szavakkal, hiszen még sok minden fordulhat, hetekig tarthat ugyanis még a szavazatok összeszámlálása. Georgiában például új voksolást kellett kiírni. Az elemzések Donald Trump párton belüli visszaszorulását, illetve a floridai erős ember Ron DeSantis előretörését jelzik, aki állítólag 7%-kal vezet már a korábbi elnök előtt. A vonalban van Márton Fi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Amerika Kutatóintézet vezetője. Kezdjük talán azzal, hogy mennyire látjuk ön szerint a valóságot a félidős választásokkal kapcsolatban, hiszen ismét elromlottak a szavazógépek, hiányoztak szavazólapok, előbb vezettek a republikánusok a szenátusban is, ahogyan Trump is vezetett Biden előtt 3 éve, aztán lelassult a szavazatszámlálás, és fordítottak a demokraták. Legitimnek mondható ez a választás ön szerint? Ugye hát nagy valószínűséggel a valóságot látjuk, inkább talán arra rányadt a kérdése, hogy a valóság mennyire fedi le az ideatipikus választási rendszert, illetve az elképzelt választási rendszert, ahol hibamentesen, csalás és csalási kísérletek mentesen, illetve ferdítésmentesen történne meg egy választás. Na most a demokrácia ideatipikusan természetesen kinézhetne így is, de alapvetően, hogy emberek végzik, és pártok, akik hatalmat akarnak, versengenek, nem lehet kizárni, hogy ne próbáltok volna meg az ideatipikustól eltérő viselkedési formákat behozni. Ugyanakkor az Egyesült Államok választási rendszere nagyon sok ilyen ferdítés, csalás, meg csalás lehetőség kizárására tett cselekedetet hozott már létre a múltban is. Tehát ennek még azt mondom, hogy korai bármilyen módon megjósolni, hogy volt-e hatása, van-e hatása, illetve hogy mekkora mértékben történt. Azt azért ki lehet mondani, hogy általánosságban véve vélhető, hogy valamekkora mindig történik, bár gyakran sokkal kisebb, mint amennyiről beszélünk. De hát akkor ez azt jelenti, hogy a jövőre nézve itt aki ellenőrzi, most nem akarok idézni a történelemből különböző vezető politikusokat, különböző rendszerekből, de hát azért hallhattunk olyat, hogy aki a szavazatokat számlálja, annak a kezében van a hatalom. Rá lehet ezt igen, húzni. Igen, itt azért azt meg kell mondani, hogy itt mind a két párt delegáltjai ott nézik, hogy a két párt által delegált szavazó számlálók közösen számlálják a szavazatokat. Tehát, hogy ezt azért érdemes elmondani. Amire ön is utalt, hogy miért, és makró szinten talán egy fontos változást azért mindenképp érdemes kiemelni, hogy alapvetően a szavazatszámlálásokat az elhúzódási idővel leginkább is a levélszavazatok hosszabbítják meg. Tehát érdemes egy percre beszélni arról, hogy az Egyesült Államokban 3 módon lehet szavazni. Egyénileg, személyesen a választási nap folyamán, előzetesen, személyesen, amikor egy lezárt borítékba elrakják a szavazópolgár szavazatát, és levélben. Na most itt annyiban érdekesség van, hogy ugye általában azt gondoljuk, hogy egy választás zajlik az Egyesült Államokban, de nem, valójában 50 különböző választás zajlik, és államonként eltérnek, hogy milyen szabályokkal lehet, például most csak kiemelném, a levélszavazatokat kezelni. Ahol most ugye nagyon elhúzódik a levélszavazat, ott olyan levélszavazatok is érvényesek lehetnek, amik a választási nap folyamán lettek feladva, illetve a választási nap folyamán postai bélyegzővel ellátásra kerültek, de több nappal később érkeztek csak be a választó fülkékbe. Míg más államokban olyan szabályok vannak, hogy hamarabb kell leadni a levélszavazatokat, illetve olyan szabályok vannak, amik arra ösztökéljék, hogy személyesen szavazzanak. Tehát itt azért sokkal könnyebb dolgunk lenne, hogy az Egyesült Államok választási rendszere nem igyekezne showműsort csinálni a választásból, mert ugye amikről beszélgetünk és projekciókat önök is mondott, azok a hírmédiumok, amik ezeket lehozták. Ugye a hivatalos Egyesült Államok választási rendszere, pont ebből a tipológiából kifolyólag, ugye ad is egy 2 hónapos laufot, novemberi választás és a januári beiktatás között, hogy pont ezeket feldolgozzák. Tehát talán egyszerűbb lenne a dolgunk nekünk, mint külső szemlélőnek, hogyha nem lennének részeredmények, hanem csak végleges eredményeket hoznának ki, mert akkor ugye ez az egész ide-oda, hogyan számlálják a szavazatokat, nem játszana mi érzelmi húrainkon. Na már is jobban érzem magam ettől a dologtól. Az exit pollok egyébként hogyan tévedhettek ekkor? Egyébként tehát volt egy fajta
hát várakozás azzal kapcsolatban, hogy azért fordulhat itt a dolog ahhoz képest, amilyen felmérések készültek, óvatosan elejtették ezt különböző nyilatkozatokban, de azért itt elég komoly különbség van ahhoz képest. Hát valójában ugyanazt látjuk, amit 2 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, és talán 6 évvel ezelőtt is, hogy az Egyesült Államok nagyon-nagyon megosztott, nagyon-nagyon polarizált, és nagyon vékony a margin, ami elválasztja két tábort egymástól, és igazából most nem teljesen 50-50, de hasonló paritású táborokról beszélgetünk, akik minden ilyen választáson nagyon picit tudnak felülkerekedni a másikon. És úgy tűnik, hogy ez a polarizáltság ez nem csökken semmilyen módon, sőt, a hívjuk ideológiai polarizáltságnak, a pártok által felvázolt Amerika képek közötti különbségek egyre csak nőnek. Ezt úgy is megfigyelhetjük, hogy talán 10 évvel ezelőttig nagyon sok esetben, amikor a két párt nem tudott megegyezésre jutni, akkor kétpárti kompromisszumos törvényjavaslattal vagy kompromisszumos döntéshozatali megoldással rukkoltak elő. A kétpártiság viszont az elmúlt 5-10 évben, ki hogy szereti pontosan mérni, egyszer csak megszűnt és teljesen eltűnt, és inkább azt látjuk, hogy ütköző ponton vannak ezek az Amerika képek, és nem tudnak egymáshoz közeledni. Na természetesen ez hosszú távon, de már talán rövid és középtávon se tesz jót az Egyesült Államoknak, és vélhetően a stabilitásnak se. Beszéljünk kicsit akkor a Trump kontra Ron DeSantis dologról. Ön szerint az egykori elnökhöz képest több eséllyel indul majd Ron DeSantis, amennyiben megnyeri persze az elnökjelölti versenyt? Hát az elnökjelölti verseny logikája és az előválasztási elnökjelölti verseny logikája teljesen eltér egymástól. Ugye az Egyesült Államokban intézményesült előválasztási kampányi rendszer van, tehát azt kell érteni, hogy Ron DeSantis jelenleg Donald Trump-al küzd, illetve potenciálisan más republikánus jelöltekkel, bár két ekkora, most már talán nemzeti ismertségnek ismertségű jelölt mellett kevés hiteles harmadik jelöltet republikánus párton belül, de az, hogy ki tud ott nyerni, az nem azt jelenti, hogy ugyanazt tudna nyerni a nemzeti, a demokraták elleni elnökjelölti versenyben. Tehát jelenleg most még ez a logika zajlik, hogy ki fogja tudni a republikánus párt szavazóit maga mögé állítani az előszavazáson. Itt jelenleg azt figyelhetjük meg, hogy Donald Trump ugyan a nemzeti népszerűségben relatív módon veszített, ugye Ron DeSantis-szal később, aki biztosan hozta a kormányzóságát, illetve az előzetes félidős választások előtti magas Trump ismertség csökkent, és egyre jobban Ron DeSantis-t is ismerik, és el tudják képzelni vezetőnek. Ugyanakkor magukban a párton belüli törvényhozók kötődésének számában Donald Trump viszont előnyöket szerzett, mert ő itt ebben a félidős választásban nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy azok a jelöltek kerüljenek be az alsóházba, illetve a szenátusban, a republikánuson párton belül, akik hozzá köthetőek, illetve hozzá kötődnek, az ő politikai támogatottságát vallják nyíltan, úgynevezett endorsement fogalommal. Tehát most az az érdekes logika áll fent, hogy a törvényhozásban, ahol republikánusok ülnek, az ott 3/5, 4/5 pártban Trump támogatók, viszont a nemzeti szavazók pedig elkezdtek DeSantis felé fordulni. Hogy hogyan tudja Donald Trump a saját karakterével, illetve ennek a törvényhozási hatalmi rendszer erő érdekérvényesíti képességével befolyásolni az előválasztást, az még a jövő zenője minden esetre. Én nem várok rövid és gyors lezárását az előválasztási kampánynak egyik fél, illetve több fél részéről sem.